Pál apostol Timóteushoz. 2021. augusztus 17-e. Kérlek, Timóteus, maradj Efezusban, és parancsold meg, hogy ne hirdessenek tévtanokat, ne is foglalkozzanak mondákkal és vég nélküli nemzetség táblázatokkal. Mi tudjuk, hogy a törvény nem az igaz ellen van, hanem a törvényszegők, szentségtörők, gyilkosok, paráznák, fajtalanok és hamisan esküvők ellen. Ezt a parancsot kötöm a lelkedre, fiam Timóteus. Harcold meg a nemes harcot, tartsd meg a hitet, és a jó lelki ismeretet. Ó, Ábrahám ura, hadd áldjuk szent neved! A lélek pedig világosan megmondja, hogy némelyek elszakadtak a hittől, és ördögi tanításokra hallgatnak, olyanokra, akik tiltják a házasságot és bizonyos ételek élvezetét. Az Isten minden teremtménye jó, ha hálaadással élnek vele. Ó, Ábrahám ura, szent kegyelmed nekem! Arra kérlek, tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért. Ez kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Mert egy az Isten, egy a közben járó a Krisztus Jézus. Ó, Ábrahám ura, én hallom szent szavad. Ha valaki tévtanokat hirdet és nem tartja magát a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédéhez, az a szóharc betegségében szenved, amelyből irítség, viszálykodás, Isten káromlás származik. Minden rossznak gyökere a pénz szerelme. Te pedig, Timóteus, törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, álhatatosságra, szelíd lelkűségre, harcold meg a hit nemes harcát, ragad meg az örök életet. Megesküvél, Uram, és igédben bízom, hogy égbe viszed gyermeked, sas szárnyakon. Hálát adok Istennek, mert nem a félelem lelkét adta nekünk, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Te, Timóteusom, maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, és hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el! Töltsd be szolgálatodat! Te barátod lettem én, Istenem, te vagy!
Tarts meg a Jézus vérért, és üdvöt adj! Én nem sokára feláldoztatom, elérkezett az én elköltözésem ideje. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró a ma napon. Meglátom Jézusom, és áldom hatalmát, szent kegyelmének éneklek halleluját.